Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Mai műsorunk némiképp rendhagyó lesz, mégpedig azért, mert vendégemmel nagyon-nagyon sok mindenről tudnánk beszélgetni, hiszen ő nem más, mint Derényi Gábor főorvos, aki nemrégiben köszönt le a Fejér megyei Orvoskamara elnöki tisztéről, emellett számtalan olyan dologról is szó eshetne, ami fontos napjainkban. Ugyanakkor ma a leginkább a sporttudományról fogunk beszélgetni, az orvoshoz kapcsolódható sporttudományról, mégpedig azért, mert hogy egy rendkívül fontos területe az életednek. Mielőtt azonban erről szó esnék, azért jussunk el addig, hogy miként vezetett az utad Pécsre, hiszen a Pécsi Orvostudományi Egyetem nagyon-nagyon fontos szerepet játszott abban az indítatásban és abban az életútban, ami jelenleg is tart, hála Istennek. Köszönöm a meghívást. Én született pécsi vagyok, Pécsen végeztem az iskoláimat, és egyenes út vezetett a Pécsi Orvostudományi Egyetemre. Lakhely szerint is a régi egyetem mellett laktunk, úgyhogy kisgyerekként csodáltam azokat a nagy professzorokat, akikről mindenki tudta Pécsen, hogy ki Ernst Jenő, Lisák Kálmán, Romhányi György, és volt egy külön emlékem is, mi a Balokány strandra jártunk kisfiúként fürdőzni, és hát bizonyára ismert a cicázás. És Ernst Jenő, aki a biofizika professzora volt, egy kicsit ahhoz tudnám hasonlítani alkatra, mint Gandhi képe, kopasz, vékony, szikár, alacsony növésű ember volt, és 18 fokos vízbe naponta 1000-1500 métert leúszott. Akkoriban ő közel volt a 70 évéhez, és odahívott bennünket, miközben szárítkozott, odahívott bennünket, és megkérdezte tőlünk, hogy tudjátok, hogy miért úszok én, és ti miért játszotok most itt? Hát értetlen volt a kérdés, mert mi nem azért, nem céllal, hanem kedvtelésből és szeretetből cicáztunk, és azt mondja, könnyítő kérdés föltett, azt mondja, tudjátok-e, hogy az izomzatnak van munkát képes végezni az izomzat, meg van teljesítménye. Mit csináltok otthon a biciklitekkel? Vagy édesapátok mit csinál a bicikl? Hát beolajozza. Igen, hát mi olajozzuk ilyenkor az izomzatunkat. Ő a biofizikának az atya volt, és hát ilyen körülmények között az egyetem közvetlen környezetében nőttem fel, és csolnoki kémia professzortra emlékszem tisztán, és hát a fiatalokra, Tigy Andrásra, stb. Óriási élmény volt ezek mellett, az emberek mellett elmenni, és az egyik egyetemi tanár, aki azóta sajnos elhunyt, nem régiben azt mondta, hogy akkor a Pécsi Orvostudományi Egyetemen 7-8 olyan professzor volt, ami napjainkban az összes egyetem egyikén sincs egy sem. Tehát ez egy véletlen összeesés volt, tehát én nekem az az összefüggés, vagy nekem az az érzésem, hogy Pécsnek az egy első számú egyeteme a Pécsi Orvostudományi Egyetem volt. Igen, hiszen számunkra is világos ez, annál is inkább, hiszen esztendőről esztendőre ott vagyunk, amikor Romhányi György professzorra emlékezünk, és azt hiszem, hogy az Orvoskamara mindent megtett azért, hogy azok az egykori pécsi diákok, hiszen összetartó ez a csapat, a tiétek, mindig visszaemlékezzenek, és tegyék ezt méltó módon. És ahogy hallhattuk, tehát a sport és az orvoslás bizonyos értelemben kézen fogva járt. Tehát egyenes utad vezetett az egyetemre, az orvos egyetemre? Igen, de azonban nekem voltak bűneim. Ugyanis mindenki az egyetem mellett sportolt. Én a sportolás mellett végeztem az egyetemet. Tehát utólag nekem sok mindent kellett pótolnom már a gyakorlatban, és hát óriási szerencsém volt, olyan kitűnő emberekkel jöhettem Székesfehérvárra, mint Gógol Árpád, Simon Kornél, Solt István, Törő Magdolna, és az itteni kitűnő
kollégák, akikkel megismerkedtem. A belgyógyászat, a Takácsi Nagy József. Tehát ez egy orvostörténeti pillanat volt egyébként a ti megérkezésetek, hiszen teljes egészében átalakult a Fejér megyei Szentgyörgy Kórház is, és egy új alapokat kapott, egy olyat, amire ma is méltán lehet támaszkodni. És ne felejtsük el Kuhár Ferenc igazgató főorvos úrnak a szerepét, aki ezt a pécsi csapatot annak ide, nyilván ő is Pécsen végzett, és részben évfolyamtársai, jó barátai voltak, és az első személy Tán Zoltán volt, aki klinikai szintű radiológiát végzett, és örömmel mondhatom, a mai napig bejár még az intézetbe és dolgozik. Tehát számtalan, rendkívül tehetséges végzett orvos választotta úti céljául, és mint kiderült otthonául Székesfehérvárt. Milyen volt az átmenet, milyen volt a beilleszkedés annak idején? Hát nagy reményekkel érkezett ez a csapat, és nem várt körülmények várták a gárdát, ugyanis ahhoz képest, hogy pécsiként is nagyon jól hangzó név Székesfehérvár. Tehát akkoriban ugye itt volt az iparnak a központja, Videoton, elektronika, de hihetetlen rosszul felszerelt volt akkor a belgyógyászat, és hát bizony kapcsolatrendszerekre kellett a főnökeinknek gondolni, és kialakítani azokat a kapcsolatrendszereket, amelyel végül is az akkori városvezetéssel és a kórházvezetéssel egy elfogadható körülményeket tudtak biztosítani. Ennek egyik, ha már a sporttal való kapcsolat is szóba jön, akkor a Volán volt, ahol az akkori igazgató Vakocsis Tiborral, Gógul Árpád, és az igazgatótól sok segítséget kapott. Idestova 40 esztendeje annak, tehát 1981-et írunk egy kis ugrással, amikor a székesfehérvári Volán, mint nevelőklub a látókörödbe került, mármint sportorvoslás szintjén. Ugye ezt hozzá kell tenni, hogy a Volán akkoriban a 70-es évek közepétől hihetetlen, de igaz, ugye 77-ben érkezett meg a jégkorong a Volánhoz Budapestről, előtte azonban az öttusa is még csak kicsi volt, ha úgy tetszik, és leginkább a székesfehérvári Volánt a női röplabda csapatról ismerték meg, ugye az az időszak volt az én személyes jó ismerőseim és osztálytársam Fésűs Irén, Szacker Zsuzsa játszott abban a csapatban, és ugye oda kerültél. Milyen volt akkor a sportorvoslás, hiszen most megérkeztünk ahhoz a szakmai részhez, ami nagyon-nagyon fontos. Én úgy emlékszem, hiszen magam is futballista lévén emlékszem azokra az időkre, amikor bizony csak vérnyomásmérés volt, áldott emlékű Horváth Lajos bácsi volt a Videoton sportorvosa, és súlyt mértek, de tulajdonképpen a mai modern sportorvoslás mint ilyen nem létezett. Miként kellett ezzel szembesülnöd? Hát még mielőtt erre rátérnék, azért hozzátenném, hogy én Pécsen edzői vizsgát tettem, és hobbimmá vált az edzés elméletnek a tanulmányozása, és rendkívül fontos volt az, hogy a Pécsi Élettani Intézetnek az igazgatója, Lisák Kálmán professzor, világhírű professzor volt, és itt meg kell emlékezni, mert sokszor a feledésbe megy, az élettanászok tudják pontosan, hogy ő ki volt. 35 éves korában nevezték ki 1943-ban a Pécs-Orostromai Egyetem Élettani Intézetébe, és ő az a személy, aki a természettudományos alapú sportorvoslás Magyarországon megteremtette. Ő volt az, aki hiány ágazatokra felhívta a figyelmet, de hát könnyű volt neki, hisz 31 éves korában Löwinél Grazba ingerület átvitelt, aki Nobel-díjas professzor volt, Trendelenburgnál Berlinbe végzett experimentális tanulmányúton vett részt, és a központi idegrendszer elsősorban kísérleti alapjait sajtott el, és hát a legnagyobb ugrás az a Rockefeller ösztöndi, amivel 1937-39-ig a Harvard Egyetemen Cannon mellett dolgozott.
és nem csak hogy dolgozott, hanem ugye később 39-ig őt parasztalták is. Ő volt az a személy, aki periférián, a perifériás idegrendszerbe először talált adrenalint. És 1977-ben ezért kapott egy svéd kutató Nobel-díjat, de az alapvető érdem az Cannoné és Lisáké volt. És szeretném mondani, hogy ez idő alatt neki a szem 15 vagy 16 publikációja jelent meg, és ebből a szem 7 vagy 8 első szerzős publikáció volt. Tehát én a sportélettan egy kicsit megfertőzve érkeztem Székesfehérvárra, és én úgy gondolom, hogy új dolgot akartunk létrehozni. Miként lehetett átörökíteni Lisák professzor sporttudományos munkáit, tudását akkori mába? Hát könnyű volt, mert ő írt egy olyan gyakorlatos könyvet, egy élettan gyakorlatos könyvet, amit minden egyes medikusnak végre kellett hajtani. Tehát nekünk minden egyes élettan gyakorlaton kellett gondolkodni, és most elfelejtettem egy nagyon fontos dolgot mondani, hogy az ő kutatási terület a szimpatikus idegrendszerre terjedt ki, és a sportorvoslásnak az alapja tulajdonképpen a szimpatikus idegrendszer szabályozásának a legfontosabb kérdéseit öleli fel. Akkor már, és egy fontos nevet szeretnék meg megemlíteni, dr. Mezőszentgyörgyi Lacinak a nevét, akinek már publikációja volt, és én irodalmat olvastam, még mielőtt idejöttem volna Fehérvárra, és ő neki akkor olyan sportélettani felmérései voltak elsőbb, a tanulói ifjúság alkattani és fiziológiai felméréseit is magába foglaló, használható és publikált Dr. Nádori László professzor úrra. Úgyhogy amikor én idejöttem, akkor azon akartam változtatni, már az elképzelésem, és amikor engem felkértek, hogy nem a hagyományos, idézőjelben a német szemléletű sportorvoslás, amit tulajdonképpen a sportversenyeken egy ügyeletes orvosi feladatot látott el. És én úgy gondoltam, hogy a kiválasztásnál ott kell lenni az orvosnak, a gyermeke kiválasztásán, kiből lesz sportoló, ezzel kapcsolatban hadd mondjam, hogy nagy emlékem, amikor egy volt öt tusázó papa, aki nem egy csudár termet, és elhozta a kis termetű fiát, és kérte, hogy az alacsony termete miatt tereljük el az öt tusától, ami eszünk ágába sem volt, hisz mindenkit megtartottunk, mert mindenkiben értéket láttunk, és ebből a fiúból szorgalma és az edzőinek a csodálatos felkészítése révén junior világbajnok lett. Tehát a szorgalom az fantasztikus, és a készség, a tehetség, de a szorgalom az kiemelendő. Melyek voltak azok a pillanatok, amelyek megerősítettek abban ezen túl természetesen, amik elfogadottá tették ezt az új rendszert? Hiszen nyilvánvaló, hogy egyrészt az edzők, maguk a versenyzők is először idegenkedve fogadták, hiszen ez sokkal több volt, mint amit addig megszoktak. Hát igen, ez egy érdekes dolog, ezt el kellett fogadtatni. Az edzők ezt először ellenezték, és a hagyományos edzésmódszereket követték volna, amiben ugye mi nem szóltunk bele, de két személy, aki a Volánnál volt, két személy, az mind a kettő a maga módján egy átlagon felüli tehetségű ember volt. Az egyik a Csiszár Dénes, aki meghalt, módszertanús volt, és az sajnos az azóta elhunyt Kulcsár Tóni, aki egy öntörvényű ember volt, de egy hihetetlen eredménycentrikus. Óriásiakat vitatkoztunk, ezt el kellett hitetni, hát amikor ide kerültem, soha nem felejtem el, az első öttusa versenyen, arra akart megkérni, hogy a budapesti honvéd versenyzői az úszás előtt vénás cukorinjekciót, glukózinjekciót kapnak. Hát, és akkor ezt el kellett fogadtatni vele, hogy hát ezzel nem előre lépünk, hanem hátra lépünk, mert ugye amennyi idő
eltelik, amiből ebből plusz energia lesz, addigra vége van a versenynek. Most ezt le kellett vezetni, és ezt el kellett fogadtatni, ez nem volt könnyű feladat. Rendkívül fontos kérdés, hogy ugye felmenő rendszerben, tehát a SER, akik elkezdték a sportágat külön, azokra nyilván másként hatottak, és másként kellett velük foglalkozni, mint a már befutott csapatra. Hogyan lehetett ezt úgy megvalósítani, hogy aztán az eredmény sem maradjon el? Gondolok itt elsősorban a serdülő korosztálynak, nyilván más vizsgálatokra, másként kell felkészíteni őket a felnőtt létre. A vizsgálatok azok tulajdonképpen nem ördöngősek, azt szerintem az egész világon hasonlóak. Mi volt a célunk? Az volt a célunk, hogy egészséges gyereket kapjanak az edzők. Ne szépítsük, ez gladiátor képzés. Itt napi 2 edzés volt, hajnali keréssel, úszás, stb. Nekem volt egy szomorú emlékem Pécsről, ahol egy 10 éves vagy 9-10 éves gyerek, egy fülorgégésznek a fia, testnevelési órán 40 méter futást követően hirtelen meghalt, és nem tudták újjáéleszteni. Tulajdonképpen ez volt az egyik olyan gondolat, és itt intézeten belül is beszéltünk sokat erről, hogy mivel lehetne kiszűrni azt, hogy például szívrendellenességgel született gyermek, akinek nincsenek különösebb panaszai, azok ne kapjanak túlzott terhelést. Tehát ne jöhessen létre egy olyan egészségkárosodás, ami tragédiához vezetne. Ez volt az első. Tehát itt a gyerekkorban bevezettük, és itt dr. Galánfi Erzsébet foglalkozott ezzel a kérdéssel, az összes mondjuk 12 év alatti gyerekeknek az alapvizsgálata, EKG, fizikális vizsgálat, panaszok, az adott szituációban megnéztük a szülők magasságát, ezeket mind-mind felírtuk, és ezek alapvizsgálatok. Ez az égvilágon még semmit nem jelent. Mondhatok egy példát? Igen, természetesen. A mozgáskultúra kialakítása az az edzőknek az egyedüli eredményének a mi voltja. Az a gyerek, aki mondjuk hasonló adottságú gyerekek, az egyik az küzdősportágok edzéseire fog járni, a másik atlét lesz, a harmadik labdajátékot. Ha jó az edző, akkor azokat az izomcsoportokat fogja az ő által bevezetett gyakorlatokkal elvégeztetni, amiből én 4 év múlva, mielőtt levetkőzne és meszt vagy úszónadrágot húzna föl, én megmondom, hogy az úszó, vagy súlyemelő, vagy birkózó. Ezt mindannyian tudjuk. És természetesen kell a tehetség is, de egy kitűnő edző az a központi idegrendszer segítségével egy olyan mozgáskultúrát fog kialakítani, amivel egyértelműen lehet látni az illető, milyen sportágot űz. Tehát, ha így összefoglaljuk ezt, kimondhatjuk, hogy tulajdonképpen a sportorvoslás is lehet sportág specifikus. Nyilván nem az alapoknál, hanem azt követően, amikor már az eredménykényszer van, tehát annak tükrében kell vizsgálni a sportoló. Hát akkor nyilvánvaló, tehát nyilván vannak olyan kitűnő sportorvosok, akik például csak vízilabdával foglalkoznak, vagy atlétikával foglalkoznak. De az előző mozgás kultúra és a mozgás koordinatív képességek fejlesztésének a végeredménye az a kialakult mozgásforma, ami például a teniszezőre jellemző. De a teniszen belül is lehet észrevenni a szupertehetséget. Mondok kis példát, például Roger Federer. Ő csak azokat az izomcsoportokat mozgatja, ami a teniszjátékhoz feltétlenül szükséges, kvázi sokkal nehezebben fárad el. Mondok egy látható, mondjuk laikus néző által is észrevehető példát.
Ha Roger Federer játszik mondjuk Párizsban, csak egyszer nyert Roland Garrost, de nézzék meg, hogy salakos pályán a harmadik szetbe is még hófehér az oknia. Az ellenfele az elnézést túrja a salakot. Nadal. Hát azért, nem akartam nem mondani, ő is egy kitűnő világklasszis, de nyilvánvaló, hogy ő neki sokkal keményebb felkészülése van szüksége, hogy azt az alap tevékenységet, amit Roger könnyen el tud végezni, Nadal sokkal nagyobb energia ráfordítás. Épp ezért egy kicsit gyanús is volt, hogy olyan labdákat ér el, ami szinte már hihetetlen. Igen, Stova 40 évesen teszem hozzá, már mint Roger. Na, a kérdésem azért a sporták specifikusságra azért volt fontos, mert hogy az tudomásul kell vennünk, hogy számomra a leginkább összetettebb sportág ma is az öttusa. Öt különböző olyan sportág, ami tulajdonképpen nincs közük egymáshoz, majd kicsit ez már változott ebben a rendszerben, de és egészen más felépítést követel, egészen más felkészülést követel. Ez milyen terhet ró az edzőre, azt tudjuk, a versenyzőre nem különben, de a sportorvosra. Hiszen másként más izomcsoportot mozgat meg a futás, a vívás, az úszás, a lovaglás, tehát mást kell tudni. Én ehhez a kérdéshez nagyon őszintén mondom, nem értek. Tehát amihez picit értettem, az a koordinatív, illetve a motoros funkcióknak a fejlesztése. Ez 90-ig volt érvényes, és én abban a 10 évben dolgoztam, és ez alatt a 10 év alatt dolgoztuk ki a Volán sportiskola rendszerének, részben a Dénes a módszertani, Tóni a szakmai részét, én pedig próbáltam segíteni, és egy nagyon fontos dologban, mert ez egy gladiátorképzés, mint az előbb említettem, hihetetlen nagy terhelést kapnak a versenyzők, és tulajdonképpen a sportorvos ott tud segíteni, hogy amikor az edző részben összeállítja azokat a gyakorlatokat, amelyek a kisgyerekkorban a koordinatív, vagy pedig a motoros képességeket egyértelműen tudja fejleszteni, nekünk jelezni kell, hogy melyik az a pillanat, amikor pihenésre van szükség. Ugyanis ez egy dinamika, ez egy egyensúlyi kérdés, terhelés, pihenés, hosszabb terhelés, hosszabb pihenés. És lépcsőről lépcsőre egy jól felkészített alapozás után várható egy nagyobb teljesítmény, és azért ezt ne felejtsük el, hogy ez nem egy szimpla sportiskolai képzés volt, hanem itt egyértelműen a esti sörözés mellett mi eldöntöttük, illetve a Tóni eldöntött, hogy a világbajnokokat akar nevelni. Tehát, és ez a rész már 80-as évek második felében jött, hisz ne felejtsük el, volt nekünk egy olyan gyakorlatilag az ifiből alig kiöregedő, de talán akkor még ifik voltak, egy Vargadomokos, a Katona Ferike és a Kalocsai, aki B-válogatottként San Antonióba ott voltak az első ötbe, és a Vargadombi majdnem megverte a Staroskint, aki akkori olimpiai bajnok volt. Igen. Tehát ez részben fantasztikus szerencse volt, hogy nagyon jó volt az anyag, de és itt most elsősorban Kulcsár Tóninak és a Csiszár Dénesnek a fantasztikus munkájának köszönhető. Én talán 1%-ot hozzá tudtam szedni, övék volt a 99%, de annyiban azért fontos volt, hogy egészséges embereket tudtunk biztosítani, tehát nyugodtak lehettek, hogy nem lesz probléma terhes. És a másik dolog pedig az, hogy az 1% az például öt tusába óriási. Így van. Hisz érintőkörökkel lehetett nyerni világbajnokságot, vagy olimpiai bajnokságot is lehetett bukni. Így van. És annál is inkább, mert hogy ti egy csapat voltatok, mert hogy méltatlanul kevés szó esett a többi sportágról, de azért itt jöjjön egy rövid felsorolás, hiszen
ez a 10 év munka eredménye, 5 tusában 38 magyar bajnokság, 14 IBV arany, ne becsüljük le, hiszen az ifjúsági barátságverseny akkoriban egy a legrangosabb sportesemény volt, hiszen az 5 tusa 1-2 svéd, tehát északi kivétellel és német versenyző kivételével az akkori szocialista országokban voltak az igazi nagy sztárok, a Starostyint említetted, de a többiek is. Emellett VB bronz, VB ezüstök, 3 VB arany, és akkor a többi sportágról nem is beszéltünk, hiszen a műsor elején szó esett a jégkorongról, de aztán a jószerivel valamennyi életkorban valamennyi csapat a bajnoki címre törhetett, felnőtt magyar csapat bajnoki szintén. Női röplabdában, ugye Fésűs Irénekről beszéltünk, a későbbi korosztály is elsősorban az orvos csapatnak is köszönhetően egy remek korosztály alakult ki, férfi röplabdában is NB1-es szint, emellett voltak tájékozódási futók, válogatott versenyzők, és ez mind egy olyan csapat, ugye te Csiszár Dénest említetted, ami egységesen kezelte, és nyilván sporták specifikusan. Igen, és volt még egy nagyon fontos dolog, amiben én úgy érzem, hogy eltértem a szokványostól, és ezt is el kellett fogadni. Jelen pillanatban is döbbenettel nézem a különböző televízió csatornákat, amikor teniszezőt látok futópadon, és látok, kérem szépen, biciklin megterhelni birkózót, stb., és mutatják ugye a sportorvosásnak a nagy... Én úgy érzem, hogy kerékpár ergométeren kerékpározót lehet megterhelni. És én abban hiszek, hogy a terheléses vizsgálatok azok az edző által vezényelt edzések utáni vérvétel eredményeiből vonhatók le, és hasznos adatot csak abból lehet kapni. Annak semmi értelmét nem. Ugyanis egy teniszezőt egy 5 órás tenisz mérkőzésen lehet megterhelni. A teniszezőt nem lehet megterhelni úszással. És az úszót pedig nem lehet megterhelni, elnézést kérek, kerékpárral és gumikötéllel. Na, illetve nyilván meg lehet terhelni, csak nem kapok hasznos adatot. Én mindig abba hittem, hogy én az edzővel együtt dolgoztam. Tehát én például büszke vagyok, hogy a Kulcsár Tuninak én kollégája lehettem, és mi egy csapatban dolgoztunk. De akkor, amikor ő mérte a stopperrel az időt, és mi meg tudtuk állapítani annak a biokémiai összetevét, amiből azt tudom mondani, hogy igen, maximumot adott ez a sportoló. De egészen mást jelent, hogyha ez az idő rossz idő, gyenge idő, akkor az azt jelenti, hogy talán a sportoló nem készült sportszerűen, esetleg kimaradozott, nem végezte az előző napi tevékenységét. Tehát mindig az edzővel együtt, és ezt tudom javasolni a jövő sportorvosainak is, hogy ezt kell nézni, hisz az edző kezében van a felkészítés, az edző kezében ő a szakember, mi csak hozzá tudjuk segíteni a mi módszereinkkel, hogy ő jobban dolgozzon. Letettétek az alapokat, és én azt gondolom, hogy Székesfehérvár sport életének erre akkor óriási szüksége volt, és büszkén és tisztelettel tekintünk vissza erre az időszakra. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, és elbeszélgethettünk erről. Megtisztelő felkérésed. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket, vendégem Derényi Gábor volt, és arról az időszakról beszélgettünk, amikor a volán elindult a csúcsra, és az öttusázóink elkezdtek olyan eredményeket elérni, amelyre felkapta a fejét a világ is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!